Következik Boldogkői Zsolt és a homeopátia az alternatív orvoslás királynője. Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves bemutatót. Hát igen, az alter ego most éppen egy 35 éves érettségi találkozó felé tartok ajban. Ha már így kiderült, akkor elmondom. Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mindenek előtt szeretném megköszönni a szkeptikus társaságnak, hogy meghívott erre az előadásra. Én magam nem vagyok a társaság tagja, de minden tiszteletem az övék ebben az áldás harcban a téveszmék ellen, és azért is rendkívül tisztelem őket, mert a harc során roppant mértékű tudást felhalmoztak, olyan tudást, amivel én távolról sem rendelkezem. Ezt az előadást egy rendhagyó módon kezdeném, egy kicsit reflektálnék az elhangzottakra, két dologra nagyon-nagyon röviden. Az egyik az, hogy ugye a tudomány egy koherens ismeretek összessége, tehát hogyha egy olyan kísérleti eredményt kapunk, ami nem illik bele az adott képbe, akkor azt nem kell mindenképpen elfogadni, hanem azt meg kell nézni utána beleilleszthető-e vagy nem. Hogyha minden ilyen dolgot elutasítanánk, ugye, akkor soha nem lennének paradigmaváltások. Ha már a paradigma szónál tartunk, akkor ugye a misszió technikájával kapcsolatban lenne még egy megjegyzésem. Közel két éve kezdtem el ezt a tudományos ismeretterjesztést, és hát olyan tapasztalatokat szereztem ezzel kapcsolatban, hogy hogy a felnőtt emberi elme gyakorlatilag képtelen a paradigmaváltásra. Tehát, hogyha annak a technikáját keressük, hogy hogyan lehetne meggyőzni az embereket az igazunkról, akkor azokhoz szólunk, akiknek az elméje ebben a tekintetben, az irracionalizmus tekintetében még nem zárult be. A kérdés az, hogy mennyi az aránya a társadalomban az zárt elméknek. Nagyon pesszimista vagyok. Van szerintem viszont két olyan megközelítés, ami ezen a problémán segíthet. Az egyik az a jogalkotás. Magyarország az Európai Unió tagja, tehát az európai jogalkotásban én azt gondolom lehetne valamilyen lépéseket tenni. Ha nem is sikerül, ez a misszió minden esetre egy visszhangot keltene, ami a későbbiek során esetleg pozitív lenne. A másik pedig a gyermekeknek a nyitott elméjére alapulna az oktatás. Valamiképpen az oktatásban kellene egy gyökeres változtatást elérni. Most nem a hazai helyzetről beszélek, a gyakorlatilag világszinten probléma az oktatás, ez az adatcentrikus, nem problémacentrikus oktatás. Az internet korában én azt gondolom mind a két, hogy mondjam, egy még el nem kezdett misszióra nagy lehetőség lenne. Homeopátia. A mai kor sajátja a tudomány nagyévű szárnyalása. A fizika az anyag legmélyebb egységét kutatja, vannak elképzelései a világ kialakulásával kapcsolatban. Egyre többet tudunk az emberi DNS és agy szerkezetéről, meg tudjuk változtatni a DNS-ünket. Készítettünk mesterséges életet. A orvostudomány egyre inkább kezdi föltárni a betegségek biológiai hátterét, és egyre sikeresebb ezeknek a gyógyításában. A gyógyítás egy paradigmaváltás küszöbén van, köszönhetően a molekuláris genetika fejlődésének. Lényegében egy technikai civilizációban élünk, az internet szinte minden háztartásban már jelen van. Úgy tűnik, hogy ez a fajta fejlődés, ez egyre gyorsul és megállíthatatlan. A helyzet az, hogy a modern tudománnyal párhuzamban egy nagyon jelentős szellemi árnyékvilág is létezik. Különféle formákban, mint például babonák, ezotéria, téveszmék, különféle téveszmék, hitalapú gondolkodás és az áltudományok. Az áltudományokon belül kiemelném az alternatív orvostásnak a kérdését. A modern nyugati társadalmakban a közhangulat erősen tudomány és tudományos alapú gyógyítás ellenes. Ezzel ellentétben az alternatív gyógyítás népszerűsége lényegében egy felfelé ívelő tendenciát mutat. Tehát azt mondanám, hogy nem csak a modern tudomány korában élünk, hanem egyben az irracionalizmus korában is. Teljesen készpénznek veszük azt, hogy a tudomány, a logikus gondolkodás, a tudás az, ami majd győzedelmeskedni fog, én erre nem vennék teljesen mérget. Kezdjük
Először is egy nagyon röviden a alternatív gyógyításra. Hát először is az alternatív gyógyítás mostanában két új fogalommal ismertetnek bennünket. Egyik a komplementáris alternatív, a másik pedig az integratív medicina. Lényegében egy tartalmi változás nem történt, inkább csak a újra pozicionálásról van szó. A komplementer lényegében a gyávaságnak a szinonimája, ugyanis azt mondja, hogy én egyedül nem merem vállalni a felelősséget, hogy meggyógyítom majd a beteget, gyógyítsa a hagyományos orvoslás is. Ha a beteg meghal, akkor majd rámutatok, hogy ki a felelős, hogyha viszont a beteg túlél, akkor én ki tudok állni a rivaldafényben. Az integratív az pedig egyfajta odahízelkedés a valóban hatékony technikákkal működő orvosláshoz, és igazából azt a látszatot kelti ezzel, mintha ezzel egyenrangú lenne, és minthogyha a modern orvoslással azonos célokért küzdene. A helyzet az, hogy az alternatív orvoslásnak nincs helye lényegében a gyógyításban, nincs ugyanis alternatív tudomány. Sem fizika, sem kémia, sem biológia, sem orvostudomány. Alternatív gyógyászat közül a homeopátia talán az, ami a legvitatottabb, a alapelvei abszurditása miatt, ami lényegében nem csak a tudományos gondolkodásnak mond ellent, hanem a logikus gondolkodásnak, a józan észnek is. Amikor elkezdtem az alternatív medicinával való foglalkozást, a legelső publikációm, az a homeopátia nagy átverés volt az Indexen. A legnagyobb meglepetésem egy óriási visszhang keletkezett ebből a cikkből. Rengeteg személyes e-mailt kaptam, megkeresték a különféle e-mail címeimet, a telefonszámom valahogy nyilvánosságra került, stb. Stb. A lényeg itt az volt, hogy a laikusok igen vehemesen nekem támadtak. A szakma úgy vettem észre legalábbis, hogy akivel kapcsolatban kerültem, pozitív vélemény volt. A támadásoknak a fő érve, hogy minden új dolog, minden tudományos dolog annak idején nagyon erős ellenszélben küzdött, Kopernikusz, Galilei, Einstein, sőt maga Darwin is egyedüli hős volt a korában, de az igazság végül is, sőt Giordano Bruno-nak, hogy a mágián kellett az igazáért meghalnia, de az igazság végül is győzött. És egyfajta ilyen logikai buktatóként jött rendszeresen az a, hogy mondjam, beállítás, hogy ha sokan állítanak valamit, tehát a néptömegek igaza, az a valós igazság. Hát igazából, ha belegondolunk ebbe, főként ezekben a példákban, pontosan az ellenkezője igaz, tehát néptömegek általában igazságot soha nem harcoltak ki a magányos kutatókkal szemben. Jött ugye az, hogy természetesen mindezek hátterében a gyógyszermaffia áll, aminek én fizetett ügynöke vagyok. Ezek az emberek ugye a különféle háttérhatalmakkal összefonódva megfizetik a kutatókat és az orvosokat, hogy olyanokat publikáljanak, ami az ő ugye a homeopátia ellenes, vagy a más alternatív tudományokat lehúzó, ugyanis ugye a profitjukat féltik, és a tudósok azok meg köztudottan ilyen pénzéhes emberek, akik mindent megtesznek ezzel kapcsolatban. Megmondom őszintén, hogy ekkor és után a elkövetkezendő publikációim során egy őszinte döbbenettel töltött el, hogy a társadalomban ez a fajta butaság ekkora méreteket ölt. A másik ilyen meglepetésem az volt, hogy nem maguk az átverők támadtak nekem, hanem az átvertek. Tehát ez egyfajta, nem is tudom, valami Stockholm-szindrómának tekinthető dolog. Minden esetre azóta is számos újság, rádió, a tévések nem keresnek. A rádió műsor kért fel, hogy vitatkozzam homeopátiás szakértőkkel. Hát a harmadik ilyen eset után mondtam nekik, hogy lefogadom akármennyi, vagy nem fognak találni ehhez vitapartnert. Így is lett.
Na kezdjük akkor a... Ja nem, még egy kis bevezető. Lehet, hogy ki fog csúszni 30 percből, majd kihagyom akkor a diáknak a felét a közepén. Tehát először is mi a tudomány? Ez annyira misztifikált dolog. Tehát sokan azt mondják, hogy igen, a tudomány az csak egyfajta megismerési mód, ami nem feltétlenül helyes. Zárójában úgy értik, hogy egyáltalán nem helyes. Valójában a tudományos kutatás egy rendkívül egyszerű alapelven nyugszik. Az alapelv az, hogy pusztán gondolati úton nem tudjuk megismerni a világot. Szakszerűen elvégzett kísérletek szükségesek hozzá, ahol lehetséges, ahol nem, ott megfigyelések, ha tudjuk, akkor reprodukáljuk vagy a kísérletet, vagy a megfigyelést, különösen mások által, és gyakorlatilag, hogyha arra a következtetésre jutunk, hogy valami helyes, akkor célszerű elfogadni helyesnek. Ugye Popper féle elvre utalva, hogy végül is annak az volt az egyik konzekvenciája, hogy egészen addig fönnáll egy tudományos, hogy mondjam, hipotézis, ami meg nem száfolják. Most a tudományos ismeretek egy koherens rendszert alkottak, ezt említettem, és a tudomány az egyetlen olyan módszer, amelyik elvi lehetősége van, tehát esélye van arra, hogy hiteles képet adjon arról a világról, amiben élünk. A modern orvoslás, hát sokan nem tudják a különbséget a tényalapú és a tudományos alapú orvoslás között, és a tényalapú orvoslás teszik a piedesztálira. Igazából a tényalapú orvoslás csupán annyit jelent, hogy megvizsgálunk valamit, és hogyha azt jön ki belőle, hogy hat vagy nem hat, akkor ugye az lesz majd a hivatalos álláspont, és nem vizsgálja a biológiai hátteret. A tudományos alapú orvoslás viszont kíváncsi a biológiai háttérre is, és mivel kapcsolódik ugye ehhez a koherenciához, amit említettem, hogyha bizonyos adatok arra utalnak, hogy működik valami, viszont kilóg ebből a világképből, azért inkább akkor nem az, hogy elveti. Ha fontos dologról van szó, akkor elvet, akkor nem veti el, hanem újra megvizsgálja. Ha meg nem fontos, akkor azt mondja, hogy bizonyítsa be aki állította ezt a meglepő dolgot. A hatóanyagok tesztelése lényegében az alapelv ugyanaz, mint a tudománynak. Nem tudjuk, hogy működik-e, vizsgáljuk meg. A in vitro és preklinikai teszteléseknek gyakorlatilag az a lényege, hogy összehasonlítjuk a hatóanyagot a nem hatóanyaggal, ha különbség van a hatóanyag javára, akkor ezt fogjuk majd alkalmazni. Az emberen alkalmazott klinikai tesztelések annyiban különböznek ettől, hogy az úgynevezett kettős vak próbát használjuk, ami tulajdonképpen mi emberek tudattal rendelkezünk, várakozásaink vannak, elvárásaink vannak, a beteg gyógyulni szeretne, a kísérletvezető pedig sikert, és ez a két várakozás, ez befolyással van a kísérlet kimenetelére, ezért nem tudja senki, hogy miben van hatóanyag és miben placebo. Természetesen az információ le van írva valahol, mert egyébként értelmetlen lenne a kísérlet. Na nézzük meg a homeopátia lényegét. Fel is olvasom akkor ezt, és nézzük, talán belátjuk, hogy... Tehát a homeopata gyógyítónak valahogy az egész világot, az egyes jelenségek mögött meghúzódó belső összetartozó lényegek, immanenciák világaként kell látni, ezt teszi a gyógyítás művészévé. De ezt teszi egyben a tudomány számára megragadhatatlanná. A gyógyítás olyan gyógyítói képességeket is bevon, mint az intuíció, az empátia, a világ metaforikus, szimbolikus látása, az analógiás, a mágikus gondolkodásmód. Mondhatjuk tehát, hogy a homeopátia egyszerre visszatérés valami ősi emberi tapasztalathoz, és egyben annak előkészítése egy modern, tudományos világképbe illeszthető értelmezésre. Hiszen eredetileg a gyógyító, mint sámán, egyszerre orvos, pap és művész. A tudat tágításának mestere, aki képes a világot egységben látni, a beteg baját és a kozmosz egységéhez mérni. Nos, igazából nem tudom hány percen maradt, itt talán be is lehetne fejezni az előadást, mivel a homeopátia lényege egyértelműen szerintem kiderült ebből, de hogyha marad még idő, akkor megpróbálok. Mennyi? Ja, akkor lényegében szinte el is fogom tudni mondani, amit szerettem volna. A homeopátiának úgymond három alapelve van, legalábbis az alapító atya hármat különböztetett meg. Áttanulmányozva a homeopátiának a logikai rendszerét én találtam többet is. Igazából szerintem 13 alapelve lehet építeni, megpróbálom ezeket elmondani. Ez a legelső alapelve az úgynevezett hasonlóság elve. Ez nem jelent más, mint azt, hogyha egy szer egy egészséges emberen valamilyen tünetet okoz, akkor ez a szer a ugyanilyen tüneteket okozó betegségre hatásos lesz. Ez a kutyaharapást elve.
Annyit jegyeznék itt meg, mielőtt még elfelejtem, hogy Hahnemannak ezek az elvei a kor tudományos klímájába beleilleszkedtek. Tehát Hahnemann nem volt egy sarlatán, nem volt egy buta ember, a probléma inkább a jelen követőivel van. Állítólag már Hippokratésznek is ez volt a gyógyítási módszere, de egy koherens elméleti rendszert a Hahnemann alkotott, és ő volt az, aki lényegében az egész világon elterjesztette ezt. Na most ugye ezek a szkeptikus kutatók elvégezték ezt a... Ja nem, még nem mondtam, hogy mit. Tehát Hahnemann lényegében egy tudományos alapon indult, mondjuk az önmegfigyelés az mostanában nem túlságosan elfogadott, talán a pszichológia egyes ágai még alkalmazzák ezt. A kinint adott be magának, és azt tapasztalta, hogy olyan tünetek keletkeznek, mint amit a malária okoz. Ugye tudjuk, hogy a kinin a malária ellenszere. Ebből levonta azt a következtetést, hogy amit az előbb elmondtam gyakorlatilag, hogy ez egy általános érvényű dolog, bármire, amiből kijön az, hogy egy egészséges emberben okoz valami tüneteket, az alkalmazható a hasonló tünetekkel járó betegségre. Most a szkeptikus kutatók ugye ellenőrizték ezt a dolgot, és nem találtak hasonló, hogy mondjam, tüneteket, és lényegében három elméleti lehetőség maradt, hogy halucinált a mester, hazudott, vagy allergiás volt. Valószínűleg nem hazudott, hanem az allergia az, ami igaz. Hahnemann találta ki az allopátia kifejezést, amit a hagyományos orvoslásra alkalmaznak. A szemben az ő homeopátiájával a hagyományos orvoslás ugye a tünetek eltüntetésére törekszik. Innen jött az allopátia. Igazából a modern orvoslás néhány esetet kivéve, például a lázcsillapítás, nem a tünetek, hanem az okoknak a eltüntetésére törekszik. Azt mondják a mai homeopaták, hogy de hát van hasonló a modern orvoslásban is, például a vakcináció. Egyébként valóban az első lépése tényleg olyan, hogy vannak mondjuk előtt kórokozók, beoltjuk a illetőt, és akkor a kórokozó ellen fog termelni majd ellenanyagokat, de azt mondanám erre egyrészt, hogy ez az elv szinte csak erre az egy dologra érvényes. Másrészt viszont ennek a mechanizmusa ismert, hogy miért következik be szemben a homeopátiás hatással. Harmadrészt meg azt mondanám, hogy még nem járunk itt, de előre elmondom, hogy a homeopaták higítják az ő szereiket, tehát hogyha mi higítjuk ezt a oltóanyagot, akkor a hatás nem hogy növekedne, hanem csökkenne. Tehát itt viszont ellentmond. Ez inkább lehet, hogy itt kontrollálom, mert nagyon nehezen megy. Az életerő elve, ezt is ide hoztam ehhez a témához. Abban a korban, amikor Hahnemann élt, ez a latinul vis vitalisként ismert erő volt tulajdonképpen, amire azt gondolták, hogy az élőbe ez lehel életet. És Hahnemann szerint a betegségek oka, hogy valahogy ez az életerő megbomlik az emberben. Ez valószínűleg valamilyen keleti hatás lehet, mert ott jelentősek ezek az életerő megbomlásai témaköre. Na most ugye kiderült az, hogy nem létezik életerő, ezért a modern követők így átdefiniálták lényegében az alaphatásmechanizmust. Lényegében a homeopátiás szereket ma azt gondolják, hogy a szervezet öngyógyító képességét fokozzák. Egy másik dolog a miazma. Szintén annak a kornak volt a bevett nézete, hogy nem például egy járvány esetén nem fertőző betegségekről van szó, nem egy mikroorganizmus az, ami terjed emberről emberre, hanem egyfajta nem definiált miazma, ami olyan, mint egy mágnes, tehát gyakorlatilag nem tudunk védekezni ellene, ami ugye egy tragikus tévedés volt, főleg ilyen hatalmas járványok esetén, mert valamifajta sterilitással vagy izolációval ugye talán féken lehetett volna tartani ezt a betegséget. Hát kiderült, hogy ugye, hogy miazma nem létezik, mert homeopátia lényegében miazma ellenes terápia volt. Hát hogyha összevonjuk ezt a kettőt, valószínűleg arról volt szó, ugye, hogy az életerő egy kicsikét megbomlott, és emiatt a miazma meg tudta támadni az embert. Na most jön a minimális dózis törvénye, tehát ez lényegében Hahnemann azon aggódott, hogy az ő szerei esetleg mérgezőek, toxikusak is lehetnek, amellett, hogy jótékony hatásuk van, mérgező hatással is lehetnek az emberre, ezért elkezdte higítgatni, és azt tapasztalta, hogy a higítás során nem hogy csökkenne, hanem növekszik ennek a szernek az erőssége vagy a potenciája. Valószínűleg a
rázás is közben jön az erősség növekedésébe, de erre majd rá fogunk térni. Különféle hígítási technikák vannak. Van olyan hígítási technika, ami alig hígítja meg, azt hiszem 4-szeres vagy 16-szoros hígítás. Ez csak annyit jelent, hogy tényleg van benne valami hatóanyag, a hatóanyagot az idézőjelben értve, tehát valami anyag van benne. Most a következő hígítások vannak 10-szeresek, 100-szoros, 50 000-szeres. Egy tipikus a C200 például. Ez annyit jelent, hogy 100-szoros hígításokat 200-szor egymás után ismétlünk meg. Na, de ezt el tudjuk képzelni, hogy mit jelent. Veszünk egy olyan óriási lombikot, amiben az egész világegyetem belefér. Tehát ne csak a több száz milliárd galaxisra gondoljunk, mert ez csupán 0,4% az egész világegyetemnek, hanem az intergalaktikus por, vagy hogy mondjam, anyagra, a sötét anyag, a sötét energia, szóval mindent beleteszünk egy lombikba. Amikor elérik a C53-as hígítást, akkor már egy darab anyagi részecske nincsen benne. Pontosabban helyesbítek, C54-nél már egy foton sincs benne. Tehát ha C200-ig megyünk, akkor az akkora mértékben hígítjuk a semmit, hogy csak na. Létezik C100 000 hígítás is, amit természetesen már gépekkel végeznek. Na most Hahnemann ugye nem tudhatta azt, hogy az anyag diszkrét anyagi részecskékből áll, amiket atomoknak nevezünk, mert ugye rájött volna mindjárt erre a dologra. A modern követők viszont hát ugye már ismerik a modern fizikát természetesen, ezért kitaláltak egy hatásmechanizmust, aminek az a lényege, hogy nem is kell, hogy hatóanyag legyen benne, mert a víz emlékszik ennek a hatóanyagnak az emlékére. És ugye itt több kérdés is felmerül, mert aki láthat már ilyen homeopátiás szert, az látja, hogy igazából nem vízről van szó, hanem egy kis cukorgolyó. De nem érdekes, mert hogyha víz képes memóriát tárolni, akkor az már csak egy lépés, hogy átadja ugye a cukorgolyóknak. Sok ilyen, hogy mondjam, fel tudunk vetni sok olyan ötletet vagy gondolatot, amin ugye az ember, hogyha lecsücsül és elmékedik rajta, hogy a víz, adott vízmolekula az sok milliárd évvel ezelőtt képződött, hogy mennyi emléke lehet annak, és hogy miért pont a gyógyító hatásra emlékszik, de ezek csak ilyen kis részletkérdések. Minden esetre azt állítják a homeopátia teoretikusai, hogy a kvantum részecskének a belsejében van ez a memória. Hát ugye minél kevésbé megközelíthető a tudomány által, annál tovább élhet egy elképzelés. Ha esetleg meg tudják majd a kvantumfizikusok mondani, hogy itt semmilyen memória nincsen, akkor majd még mélyebbre megyünk. Még mélyebbre süllyedünk, mondhatnám úgy is, úgy inkább. Jó, igazából, amikor még nem a kvantum részecské belsejében volt a memória, hanem valahogy a víz rendezettségében, vízmolekulák rendezettségében vélték felfedezni, akkor néhány fizikus, mintha ki tudott volna mutatni egy röpke, pikomásodpercig, vagy nem tudom meddig, hogy bizonyos víz szerkezetek együtt maradnak, de aztán kiderült, hogy valami fajta módszertani hiba következett be, és nincs ilyen fajta memóriának nevezhető dolog a vízben, de hát mondjuk, ha találnának is ilyet, azt nem tudom, mi közel lenne a gyógyító memóriához. Nem fontos, hogy a hatóanyag fizikailag is jelen legyen. Vannak ilyen elképzelések, hogyha a DVD-re vesztük az elkészítésnek a receptjét, vagy nem tudom, lehet, hogy azon kell aludni, vagy a párna alá tenni, vagy pedig ráírjuk a szernek a nevét, és egy víz alá tesszük, egy vizes pohár alá tesszük, akkor az is elég. Ezt nem tudom, hígítani kell, ezt nem, Gábor, nem tudsz róla? Ezt szoktak hígítani, vagy úgy töményen? De mindegy, végül is jó. Majd ha aktuális, akkor rákérdezek újra, jó? Mennyi? 5 perc? Úha! Akkor megpróbál begyorsulni egy kicsit. Na igazából szerintem egy nagy probléma az, hogyha a valódi anyagok hogyan hatnak. Tehát azt ismerjük, vagy megismerhetjük. Tehát valami receptort befolyásoló szerről van szó például, akkor tudjuk utána, hogy a jelutak, ez mit okoz, stb. A homeopátiás szereknél viszont nincs ilyen, hogy a fizikai anyaggal valahogy jön ez a dolog, ez egy információ, tehát valamiképpen a víznek nem csupán egy emléknyomnak kellene, hogy legyen, hanem egy komplex programcsomagnak, hogy így mondjam, ami megmondja a sejteknek, hogy hogyan próbáljanak meg egy olyan mechanizmus kidolgozni, hogy gyógyítsák vagy öngyógyítsák a szervezetet. Természetesen egy ilyen mechanizmus nem találtak még. Az energetizálás egy nagyon fontos dolog, tehát ez szintén a tudományhoz kapcsolódóan, Hahnemann megpróbálta a tudomány gondolatát átvenni. Amikor még szegény volt, később nagyon gazdag lett,
Amikor még az elején volt ennek a üzleti dolognak, akkor ő maga hordta ki a betegeinek ezeket a szereket, és azt tapasztalta, hogy minél távolabb lakik egy beteg, annál jobban gyógyul ugyanarra a szerre. Levontak, mivel hordta, ugye nem volt még autó, lovaskocsival, levont a következtetés, hogy a szerek, amikor rázódnak, akkor ezáltal növekszik a potenciáljuk. Azon nyomban értesítette a pácienseket, meg a többi homeopatát, hogy nagyon vigyázzanak, ne az öltönzsebbe hordják ezt, mert súlyos toxicitást okozhat. Hogyan találják ki ezeket a szereket? Hát igazából maga az ötletelés egy nagyon érdekes. Valakinek van egy kósza gondolata, nem sétál az utcán, alszik, vagy rémálma van. Két csoportra szedném ezt. Az egyik az, ami hogy ilyen lineáris asszociáció, tehát ami nagyon szorosan kapcsolódik a Hahnemann elvhez, tehát például akik ugye a konyhában szoktak szorgoskodni, tudják, hogy a hagyma ugye mindenfajta nyálfolyásokat okoz. Milyen olyan betegség van, ami hasonló tünetekkel jár, tehát a nátha és az allergia, meg az ötlet fogjunk egy hagymát, homeopátisan higítjük, és akkor ezekkel a betegségek ellen alkalmas. Hát ugye vannak a szimbolikus asszociációk, ami kicsit érdekesebb. Itt a hajóroncs nevű anyagot emelném ki. Lényegében itt arról van szó, hogy amikor ez a hajó elsüllyed és emberek vannak benne, akkor el lehet képzelni, hogy szegény emberek halálfélelmet élnek át. Hogyha veszünk egy mintát, nem a halálfélelemből, nem az emberekből, hanem a hajóból, mert ugye átadódik ez az egész információ, akkor lényegében olyan betegségekre, vagy olyan tünetekre, amik valami szorongással, depresszióval kapcsolatosak, ezt lehet használni, mert ugye kutyaharapás szőrivel. A bizonyítás egy érdekes, mit hagyjak ki azon gondolkodott, de mindegy, ez a lényeges. Tehát a bizonyítás az igazából egy kicsikét hasonlít a tudományos bizonyításhoz, ugyanúgy indul ki gyakorlatilag. Általában van kontrollcsoport, ennek a létszáma mondjuk nem elégíti ki a statisztika szigorú szabályait, néhány emberről van szó. És úgy kezdődik, hogy mind a két csoport először placebót kap, és utána ketté oszlik a csoport, és egyik placebót, a másik pedig hatóanyagot. És gyakorlatilag innentől kezdve a tudomány elveszik valahogy a rendszerből, mert az, hogy mi számít megfigyelésnek, az egy nagyon furcsa dolog. Különféle szubjektív érzetek, hogy a kis ujjam éjszaka folyamán elkezdett bizseregni, vagy a főnököm, az most milyen napja volt a főnökömnek, és én hogyan viszonyultam rá. Tehát, hogyha a vizsgálati csoportban legalább két embernek, ha jól tudom, hasonló tapasztalásai voltak a kontrollcsoportban, viszont nem, akkor ez, én azt gondolom, hogy úgy tudom, hogy ez mehet a homeopátiás szerek közé. Hát ugye azt írtam az, hogy szer legyen a talpán, amit el lehet vetni eredménytelenség miatt. Van ennek egy csomó problémája, akkor ezt most kihagynám ebből, mert szerintem önmagában ez. Most a személyre szabad gyógyítással kapcsolatban azt mondanám, hogy tehát ez a modern orvoslás kulcsszava, amit sajnos megelőztek, ugye ezek a homeopaták, ők már hamarabb tudták ezt. Ők azt mondják, hogy a szemben a modern orvoslással, ami a beteg szervekre, vagy magára a betegségre irányul, az övék ugye magára, az egyénre, a személyre, a betegre. Hát ez egy humánus ugye, dolog, csak ugye tartalom nélküli sajnos. Tehát amikor összeállítják ezt az úgynevezett betegségképet, amit az előbb, a gyógyszerképet, amit az előbb említettem, akkor megvizsgálják a beteget is, és a kórelőzménye, meg ott a vizsgálat során, ami elhangzott, az összeállítanak benne egy betegségképet, és akkor ezt itt megpróbálják illeszteni. És hogyha kijön ebből valami, akkor megvan a terápiának a lényege. Vannak olyan módszerek is, amikor egy ingával választják ezt ki. Jó, akkor szerintem ezt hagyjuk ki a kíméletességet, holisztikus beszéltem róla, az egyszerűségelben, nem érdekes oszcillokokon, nem, egyéb homeopátiásszer. Nézzük meg a tudományos részét ennek a dolognak, inkább azt, hogy működik-e a homeopátia. Ugye a leggyakoribb érv arra, hogy volt egy kolera járvány, a londoni kolera járvány, és ott a homeopátiás kórház jobban teljesített. Mert nagyobb volt a túlélési arány. Nagyon nagy valószínűséggel az volt a helyzet, hogy ugyanúgy, mint a mai korban is, hogy az ilyenfajta alternatív gyógymódokat a módosabb emberek veszik igénybe.
Itt is erről volt szó, és az ilyen kórházban nagyobb volt a higiénia, valószínűleg azért értek túl jobban a homeopátiás kórházban, mint a konvencionális kezelést alkalmazó kórházban. A tudományra nézve az egyik legnagyobb csapás az, amikor egy hamis elv tudósokat szerez magának. Az egyik ilyen a már említett Benveniste esete volt. Annyit mondanék el erről, hogy ő azt mondta, hogy van egy bizonyos hatóanyag, itt leírtam, hogy mi ez, akit érdekel, olvassa el, amit, hogyha homeopátiásan higítunk, akkor is ható marad. Ugye kijöttek ellenőrizni ezt, és végül is kiderült, hogy nem erről van szó. Említettem azt, hogy az emberi elme, amikor valami mellett elkötelezi magát, akkor nem mondja azt, hogy tévedtem. Benveniste utána tovább ment ezen a dolgon, és lényegében már ott tartott, mert nem tudom, mikor volt ez, hogy nem is kell ugye fizikailag megcsinálni a dolgokat, az információk az interneten és telefonon is követhetőek. Egy Nobel-díjas is belekeveredett ebbe az ügybe. A Nobel-díjat nem a homeopátiából kapta, hanem a HIV vírusnak a felfedezéséért. Ott is egy kis vita volt, aki tudja a történetét, tudja, hogy miről beszélek. Tehát lényegében ez a Nobel-betegségnek nevezett, hogy mondjam, szituáció állt fenn. Ez az ember azt állította, hogy ha egy DNS-t homeopátiásra higítunk, akkor még ebből a higított DNS már nem tartalmazó oldatból az úgynevezett PCR technika segítségével fel tudjuk szaporítani ezt. Aki dolgozik molekuláris laborban, az tudja, hogy mi ennek a jelenségnek a háttere, úgy nevezik, hogy szennyezettség. Nos, ez az ember tovább ment szintén, és azt állította, hogy igazából nem is szükséges, hogy mi beletegyük a kémcsőbe a DNS-t, elég, hogyha bizonyos távolságban van. Most ezt nem tudom, hogy a közvetlen szomszédság, vagy a Föld másik oldala, vagy a világegyetem másik pontja. Minden esetre teleportálódni tud az információ, és akkor PCR-rel ezt az információt tudjuk, hogy mondjam, el tudjuk végezni. Igazából letelt az időm, nagyon sok fontos dolgot tudtam volna még elmondani, akkor itt inkább ezt azzal konkludálom, hogy sajnos úgy vettem észre, hogy a modern tudományban valahogy elveszett az eredetiség. A Nobel-díjakat olyan kutatásokra adják, ami egyébként utána rendkívüli hatása van a későbbi tudomány fejlődésére, de nem szükség hozzá eredetiség, hanem inkább egyfajta szerencse. Valószínű ez az oka annak, hogy néhány tudós ilyen hülyeségeket mond, de nem biztos. Köszönöm szépen a figyelmet.